És aztán Vágó István kapott egy borítéknyi szart. Önmagában az, hogy a képviselőknek minden évben le kell adniuk a vagyonnyilatkozatukat, egy értelmes dolog lenne, hiszen ebből láthatjuk, hogy milyen vagyonuk van, vagy esetleg azt, hogy hogyan gazdagodtak. Viszont egy valamit talán mindenki tud a magyar vagyonnyilatkozati rendszerről, hogy az egész teljesen ellenőrizhetetlen. Aki megtehetné, a NAV, az nem ellenőrzi, másnak meg nincsen semmifajta jogosultsága erre. Senki nem fogja megnézni. És ezek után mit tesz sok önkormányzat, köztük a 12. kerületi is? Fenntart egy külön bizottságot, aminek az a célja, hogy ellenőrizze a képviselők vagyonnyilatkozatait. Mert bevallom őszintén, hogy én tavaly óta még 9 ingatlannal gazdagodtam. Viccelek. Természetesen nem az a célja, hogy ellenőrizze a vagyonnyilatkozatokat, hiszen nem teheti meg, hanem elvileg azt ellenőrzi, hogy a képviselők januárban leadták ezeket a nyilatkozatokat. Mondom se kell, hogy ezt sem ellenőrzi a bizottság, hiszen ezt a hivatal látja és nézi. A képviselők egy dolgot csinálnak, felemelik a kezüket évente egyszer, és ezzel megszavazzák, hogy igen, a képviselők leadták a vagyonnyilatkozatokat. Igazából mást is tesz még a bizottság, talán a legfontosabb, hogy az üléseken mindig van süti. A 11. kerületben is működik ilyen vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság, de ők érezhették, hogy ez a feladat önmagában értelmetlen, úgyhogy kitaláltak maguknak egy további szorgalmi feladatot is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy negyedévente összegyűlnek, hogy eldöntsék, hogy megbüntessék-e magukat a testületi és a bizottsági ülésekről hiányzás miatt. Erre a válasz az, hogy igen, amit határozatba is iktatnak, és kiszabják magukra az eléggé fokszívós, kereken 0 forintos pénzbírságot. Na ugye, hogy így már van értelme? Ferencvárosban is létezik vagyonnyilatkozati bizottság, ott házbizottságnak hívják. Nagy előnye, hogy csak 3 tagú, így akkor is határozatképesek, ha csak 2 tag jelenik meg az ülésen. Természetesen ennek a bizottságnak sincs semmi értelme, viszont legalább hosszú percekig tudnak vitatkozni azon, hogy hogyan zárják le a vagyonnyilatkozatokat tartalmazó borítékokat. Hogy biztonságot fokozzuk, mert az, hogy lepecsételjük, aláírjuk, az viszonylag könnyen feltéphető, és ő azt javasolta ezekre a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, hogy tűzőgéppel 2 tűzést teszünk rá, és biztos. Igen, nem, olyan ragacsot rárakunk itt, ilyen plomba vagy, mint a... Az milyen az etikett? Etikettet. Tökéletes, csak a nevét nem tudtam. C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. Újpesten majdnem 10 millió forint megy el évente a vagyonnyilatkozati bizottság 35 perces üléseire. Külön érdekesség, hogy mi a 2022-ben 2 is a bizottság ülés megtartása után érkeztek a vagyonnyilatkozati bizottság berkeibe, ezért mindketten 1,5 millió forintot tudtak felvenni 0 perc munkára. És hogy miért nem lehet megszüntetni? Erre a közmeghallgatáson 2022-ben, mikor előterjesztettük, hogyan lehetne a vagyonnyilatkozati bizottság hatáskörét átadni egy másik bizottságnak, hogy 10 millió forintot spóroljon az önkormányzat, egy egészen különleges választ kaptunk. Azt gondolom, és ismerve már egy jó ideje az Újpesti Önkormányzat és képviselőtestület működését, az újpestiek lelkvilágát, a hagyományok itt nagyon-nagyon fontosak. A legelső alkalommal is nem volt ez a bizottság, úgyhogy összességében én úgy tudom, hogy 2002 óta biztos úgy működik, de már előtte is, de a javaslatot természetesen meg fogja javaslani a képviselőtestületét, köszönjük szépen. Tehát a vagyonnyilatkozati bizottság egy hagyomány, amely fontos az újpestiek lelkivilágának. A bizottság létszámát a biztonság kedvéért azért felemelték az egyébként is kiemelkedő 13 főről 15 főre, hiszen ahogy Trippon Norbert alpolgármester elmondta, több szem többet lát. Mi 2023. februárjában megírtuk a szükséges előterjesztést, az ehhez szükséges SMS módosítással, szóval 0 perc munkával bármelyik önkormányzati képviselő Újpesten előterjesztheti a vagyonnyilatkozati bizottság felszámolását és a hatáskörének átadását egy bármely másik tetszőleges bizottságnak.
A legérdekesebb dolog, ami valaha a 12. kerületben ennek a bizottságnak az ülésén történt, az az volt, mikor az ülés elején Vágó István kapott egy borítékot, amit az ő nevére címeztek, de az önkormányzat címére küldték. Vágó úr nem nyitotta fel a borítékot, és az ülés 10 perce alatt végig hát rajta fetrengett és lögdöste, és az ülés végén, amikor kinyitotta, kiderült, hogy konkrétan szar volt benne. Ilyen és ehhez hasonló kifizető helyek természetesen számtalanul léteznek az országban, de ezek talán mindennek a legszélsőségesebb példái. Én például, amíg a Hegyvidéki Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság elnöke voltam, kiszámoltam, 57 millió 600 ezer forintos órabért kaptam, és bár az egyik legfontosabb választási ígéretem volt, hogy sokat fogok keresni, ez azért egy kicsit mégis túlzásnak tűnt. Érdekes dolgot hallottam önről, hogy azt az irdatlan mennyiségű pénzt, amit innen haza szeretne vinni, az dolgozó szobára akarja költeni. Úgyhogy benyújtottam a testületi ülésre, hogy szüntessük meg ezt a bizottságot. Erre Pokorni Zoltán és Sajgyon tudtak majd mondani, nyilván ők is látták, hogy semmi értelme az egésznek, viszont gyorsan kitalálták, hogy hogyan maradhatna meg a rajtam kívüli további 4 ember fizetése. Pécseli Attila módosító javaslatára a rajtam kívüli 4 bizottságot ajánlott, miközben ugye megszűnt a bizottság, áttették a jogi bizottságba, így megmaradt a pénzük. Azért kevés a fizetésed, mert elmondtad a bizottságit, azt kirottad saját magad alól. Ez az egyik. Ez a tény. Azt kell mondani, hogy én hülye vagyok, és kevés a fizetésed. Lecsőd, ezt is megérzettük. Pécseli Attilával egyébként ennél jóval nagyobb problémák is vannak. De erről majd később. És hát természetesen ez is megoldás lehet a fizetések fenntartására, hogy áthelyezik a további 4 képviselőt egy másik bizottságba, de ennél már talán az sem lett volna abszurdabb, hogyha létrehoznak egy másik bizottságot, nevezetesen a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságot ellenőrző bizottságot. Rengeteg új fantasztikus állást lehetett volna ott teremteni. Irdatlan mennyiségű pénz. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a... Ezt korán mondta, igen. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a... Menni fog. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, vagy támogassátok Patreonon a 444-et. Figyelj, Marci, próbálunk felvenni egy videót, de k***t unalmas, nincs valami ötleted? Nem veszem ki a kezem a zsebemből. Híres ember? Én híres vagyok, meg. Én most a kezemet nem fogom mozgatni, az hülyeség. Na jó.